tudta felrázni az emberség mélyére süllyedt emberi lelkeket. És én emlékszem arra az én időmben, a 70-es éveknek az idejét lehetett akkoriban így megélni, és bizony könyvtárokban, hát nem nehéz kitalálni, az egyik legnagyobb rejtély az volt, hogy mondjuk, ha az ember egy ilyen országos Széchenyi könyvtárban, vagy mondjuk az országgyűlés könyvtárban volt, nem tudom, hogy az országgyűlésben van-e még könyvtár, annak idején volt bármilyen hihetetlen, és be lehetett menni. 70-es években. Most nem hiszem, hogy ma csak úgy be lehet menni könyvtárba az országgyűlés épületében, ez a Duna felőli oldalon volt, és még működik a könyvtár. Megvan. Akkor nem kell nekünk ilyen szenvelgő beszédeket tartani, hogy még működik, vagy nem működik. De egy biztos, mondjuk, ha az ember Badényi Jós Ferenc valamelyik művét kérte ki, akkor fel kellett készülnie, hogy eleve olyan katalógus számozás meg felségjelzésnél mutatkozott az ő neve, hogyha mondjuk ott volt 30 mű, ez volt a minimum, akkor 31 ZZZ betűvel volt föltüntetve, vagyis zárolt anyag. Ettől függetlenül azt a néhány könyvet, amit mondjuk kiadtak helyben olvasáshoz, hát az meg úgy jelentkezett, tényleg voltak ilyen jelenetek, hogy ilyen lánglelkű, meg ilyen élemedett korú, nagy honfitársi, hazafiú lelkület, hogy szépen úgy ültünk sorban a székeken, és akkor lehetett várni azt az egy könyvet, amíg ránk kerül mondjuk a sor. Egy biztos, aki ebben az évben költözik el, és Badényinak hívja, azért ez egy nagyon szép simogatás a sorstól. Tehát Árpádházi Szent Erzsébet születésének 800. és Árpád vezér halálának 1100 éves évfordulója. Tehát lehet érzékelni, igen, megkapta a sorstól, mert ez tényleg jutalom. Hát emlékezzünk arra is vissza, lehet, hogy ez megint csak különlegesen hangzik, megint az én időmet tudom felidézni, de például április 4-én ember nem nagyon szeretett világra születni, vagy meghalni, de november 7-én sem. És szinte büntetésnek lehetett tekinteni, ha valakinek a fejfájára az került rá, hogy november 7-e. Na most ismerünk-e ilyen emberi életpályát, aki a sorstól viszont így kapta meg ezt a figyelmeztető jelzést? Hamvas Béla. Hamvas Béla. Tehát azért vannak jelzések és vannak figyelmeztetések. Tehát egyáltalán nem mindegy az, hogy egy időpontot, akármilyen vonatkozásban, hogyan értelmezünk, vagy mivel tudunk megtölteni. És mi az, amit úgymondjam, a tartalmából ki tudunk bontani. Badinyinak tényleg elévülhetetlen érdeme volt az, amit megint külön hangsúlyozni kell, mert újabban, hát mindig vannak megosztási kísérletek az országon életén belül. Tehát ilyen katolikus, református. Aztán Szent István korára visszavetítve pogány, bálványimádó magyar és keresztény magyar. Koppányosok, istvánosok. Lényeg az, hogy abban a történelmi időszakban ilyen megosztás egyszerűen nem létezett. Tehát mindig találnak lehetőségeket, hogy a társadalmat megosszák. Aztán református, katolikus, ez úgy elhangzott, és az 1945 után kialakult egy új műfaj. Az itt maradottak, és az elmentek, az emigrációba vonultak. És én nem egyszer hallottam, mert van, amikor jogos, van, amikor nem jogos, de általában olyan emberek szoktak kárálni, akik a haza oltárára még egy virágszirmot sem tettek le soha életükbe. Hogy ők itthon maradtak, 1956 után. Na de miért? Mert olyan gyáva volt, hogy sem akkor nem mert semmit tenni, tehát nem a hazaszeretet tartotta itthon, hanem a mérhetetlen ösvény gyávaság. És azért gondolom, tudjuk, második Rákóczi Ferenc sem volt hazaárnyó, ha Rodostóban halt meg. Hát az a magyar sorshoz hozzátartozik. Mert tényleg ez egy új keletű megosztási kísérlet, hogy nem, miért mentek el, nem kellett volna elmenni. Hát az a Magyarország, ahol egy kicsit olyan
nem voltak túl kemények az évszakok. Egy dolognak lehetett köszönni. 1956 után az emigráció állandó jelenlétének és kontrolljának. Meg kellett volna nekik köszönni. És azt is lehet tudni, hogy bizonyos történelmi kérdésekből mi nem a hazai történészektől kaptunk javadalmat. Bizonyos dolgokról nem is lehetett tudni. Tehát az, hogy Esztergomban egy páratlan Árpád-kori falfestmény freskó részlet látható, ez a híres oroszlános szentély, nem fogjuk elhinni, nem a Balassa Múzeum igazgatójától, aki egy kiváló ember, Horváth István mondjuk, vagy nem a mostani Várkáp Múzeum igazgatójától, Horváth Bélától tudtuk, de nem is Zolnai Lászlótól, aki kiváló régész és történész volt. És nem is Gercsényi Dezsőtől, aki kiváló művészettörténész volt, hanem Vadinius Ferenctől. Most ezen viszont el kell gondolkozni. Aztán sumer magyar nyelv rokonság kérdése. Hát emlékezzünk vissza, Komoróczi Gézának megjelent egy elképesztő, hogy úgy mondjam, süvetlenségeket, csodabogarakat és butaságokat, mondanám, hogy déli bábokat csokorba összegyűjtő művecské, a sumér vagy magyar, de a déli báb az egy valóságos jelenség. Finnugor nyelvrokonság viszont még ezt a szintet sem éri el. Tehát ha valamiről lehet azt mondani, hogy tudománytalan, és tudománytalan fantazmagóriák közé tartozik, akkor ez a finnugor és magyar nyelvrokonítási kísérlet. És miért? Én tudom, hogy pedagógusok úgy lettek kiképezve, hogy szépen megtanultak dolgokat. Csak elfelejtették a pedagógusoknak megsúgni, hogy aki nem hiszi, járjon utána. Tehát általában az oktatási rendszer nem a tudásszerzés útjára alapítja, hogy úgy mondjam, az utat, hanem van egy lecketömeg, és tetszik vagy nem tetszik, az be kell magolni. Gyakorlatilag még arra sem hagynak időt, hogy az ember elkezdje értelmezgetni. Igen ám, de ez mit jelent? Nem tudást gyűjtünk, hanem információt információra halmozunk és kergetünk. Holott minden magyar népmese végén ott szerepel egy figyelmeztető biztatás, aki nem hiszi, járjon utána. Most akkor ki hazudik? A modern pedagógia vagy a magyar népmese? Magyar népmese szerényen, de határozottan figyelmeztet, nem kell itt elhinni dolgokat, de a becsületes vagy, akkor nézzél utána. Az oktatási rendszer milyen? A tudomány azóta kétségtelen bebizonyította. Mint korunk óta tudjuk, mit tudunk könyörgön? Az, hogy az emberiség katasztrófa szélére jutott. És nincs az emberi életnek olyan szegmentuma, ami világkatasztrófát ne ígérne. Az életnek minden területen. Akár a genetikai, biológiai, tehát a legszűkebben testi, fizikai emberi élet, és akár a bennünket körülbelevő környezet, vagyis a világ. Hát azért el kell tűnődni, hogy ugyan már mi jutatta a világot világkatasztrófa közeli helyzetbe. A vakondokok, a darumadarak? Vagy az olvadói jégsapkák? Vagy egyáltalán micsoda? Véletlenül nem az ember? Véletlenül nem volt valami oka? Ez a mérhetetlen, arcátlan, jobban tudás gőgje, ami teljesen eluralkodott és elhatalmasodott. Most visszatérve Vadinyira, mert ő végeredményben itt most főszereplő lesz, tehát nem csak az, hogy emlékezünk és tisztelünk az ő emberi nagyság előtt, hát a téma választása is nagyon fontos volt. Na most gondolom, tudjuk azt például, hogy a finnugorizmusnak tényleg egyetlen egy területe van, ami ténykérdés. Az, hogy finnugor alapnyelv nincsen. Na most ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nyelvrokonítási kísérlet az általában két nyelv között úgy szokott megtörténni, hogy a kettő nyelv között, fölött vagy alatt van egy alapnyelv. Tehát mit jelent ez magyarul? De ennek léteznie kell. Tehát az indo-európai nyelvcsaládon belül ilyen lépcsőfokozatos alapnyelvek többek között a latin, gondoljunk új latin nyelvekre, aztán a germán nyelvekre, aztán ilyen a görög, és végső fokon
mi szinte minden és valamennyi új latin nyelvnek az alapja a szanszkrit. És akkor mondunk egy nagyon gyors példát. A manysi népnév, ugye, hát a legközelebbi nyelvrokonaink népnevéről van szó, nagyon érdekes módon, nem a magyar ember szóval, és nem a magyar-magyar népnévvel áll etimológiai rokonságba. Ha én azt mondom, hogy mens, és azt mondom, hogy manysi, akkor véletlenül nem tűnik föl valami? Ezek a rokonok, világos? Magyar népmeségben is ez sokszor elhangzott, lehet rajta derülni, de nem, hogy kátos medve nincsen. Na most az indo-európai népek jellegadó, felségjelző totem állata, Moszkvától Berlinen keresztül a világ végéig, a medve. Na most a medvének van a mancsa. Véletlenül a mens és a mancs és a mansi, ezek nem rokonai egymásnak? Úgy egészen véletlenül. Na most ezek a kemény tények. És az most ne értékeljük le a mansi nyelvet sem. A szanszkrit nyelven én azt mondom, hogy mánusi. Ez ugyanazt jelenti, mint a mansi. Tehát akkor a vogul osztják, obi ugor, ugorágán belül. Mansi, hanti legközelebbi nyelvrokonai. Kiknek a legközelebbi nyelvrokonai? Az indo-európai népeknek. Csak ők nagyon fenn hordják az orrocskájukat. Időnként túl nagyra növesztik, de ez azt eredményezi, hogy korlátlanul egy agresszív hatalom így meg tudja fogni, és aztán elkezdi őket orruknál fogva vezetni. És ilyen pillanatban egy miniszterelnök járja ezt az utat. Észre se vett, hogy valakik így tartják azon a bizonyos, úgy mondjam, részén keresztül. Most abban a pillanatban a finnugorisztika, és hangsúlyozom, ez most nem az, hogy nem tetszik, az emlékezzünk vissza, hogy mi mindenre lehetett rádöbbenni. Például arra, hogy a mansik annak köszönhetik létüket, hogy hittek abban, hogy nekik Európa kellős közepén van egy nagy testvérük, egy hatalmas nagy nép, és nem fogjuk elhinni. Az, hogy a sztálini hatalom a mansi hanti népet 30 ezeren nincsenek, mi ez tartás lége? És hogy lehet egy 30 ezeres népből egy 15 milliós magyarságot levezetni, megint rejtély. Mindenre van példa, de tulajdonképpen az, hogy őket nem lehetett kiírtani. Minek köszönhették a létüket? Nekünk. Tehát bármennyire hihetetlen, szó nincs arról, hogy az ember elzárkózik, elutasít, de egy nyelvrokonsághoz azért sokkal, hogy úgy mondjam, biztosabb kapaszkodók kellene. És hogyha nincsen finnugor alapnyelv, akkor innentől kezdve fikció az egész. Tehát amikor ilyen szövegeket olvasunk, akár Zsírai Miklóstól, vagy bárkitől, egy feltételezett finnugor alapnyelv. Hát atyafi, feltételezni is tudok. Például az, hogy a szita kötő feltételezhetően a kék bálna édes testvére. Hát gyakorlatilag ugyanez a kategória. És addig fokozzuk a tévénézőket, amíg rá nem döbbennek, mondjuk, hogy tényleg milyen közel áll egymáshoz a szitakötő, úgy küllemre, megjelenésre, életmódra, meg a kék bálna. Hát gyakorlatilag meggyőzés készsége az egész. Na de, Balinyi még valamire figyelmeztetett ugye maga idejében, és ténylegesen sumer magyar nyelvrokonságot nem ő találta ki. Emlékezzünk vissza a hivatalos kutatás történetre, hogy indul el. Van egy mezopotámiai ősnép, vannak nyelvi emlékek, nem sikerül még megfejteni, 19. század. És nyugat-európai, tehát tessék felzárkózni, tessék majmolni, a párizsi orientalisztikai tanszék vezetői, akkor Londonban, és mindenki, aki abban az időben, 19. század második felében orientalisztikával foglalkozott, hát én magam olvastam olyan levelet,
amit a Francia Tudományos Akadémia, ma így mondanánk, írta a Magyar Tudományos Akadémiára, a 20. század elején az Etnográfia című folyóirat, ezt közzétette. Hogy mivel a sumér nyelv nem indoeurópai karakterű, nem szemita karakterű, hanem erősen ural altáji és ragozó nyelv, most a magyar nyelv véletlenül nem ragozó nyelv, akkor miről vitatkozunk? Éppen ezért felszólítják a Tudományos Akadémiát a tudomány nevében, hogy vessék rá magukat a sumér nyelvre, mert a magyar nyelv segítségével nagy eredményeket lehetne elérni. Mi volt az akkori hivatalos álláspontból eredő válasznak a lényege? Nem fogjuk elhinni. Figyeljünk oda a kérésre. Tehát nagynevű orientalisták, akadémikusok, nyelvzsenik és professzorok felkérik a Tudományos Akadémia kiváló nyelvészeit, hogy a magyar nyelv birtokában, mert ez az anyanyelvük, próbáljanak meg sumér nyelven foglalkozni, mert óriásiak lennének itt a lehetőségek. Erre jön a válasz, a tudomány kétségtelen bebizonyította, hogy a magyar az egy finnugor eredetű nyelv. Tehát a kéréssel nem tudunk érdemben foglalkozni. Na most mi volt a kérés? Az, hogy te a jobban tudás arcátlan gőgével tudománytalanul lesöpörd a tudományosság eszméjét az asztalról. Vagy egyáltalán mi volt a kérés? Nem azt kérdezték, hogy te most szerinted a magyar finnugor vagy nem finnugor nyelv, hanem valamire megpróbáltak ráterelni. Akármilyen nyelv a magyar, de a sumér nyelvhez egy kulcsot fog jelenteni. És ezt a kulcsot várta a világ, természetesen a magyar nyelv erejétől. Na most Badinyi volt az, aki, és nem az ő érdeme, ő jól tudott összegyűjteni dolgokat, és nagyon hatásosan tudott fogalmazni. Hát én olvastam olyan nyelvészeti tanulmányokat a sumerológia tárgykörben, hogy az ember az első mondatnál már elaludt, és utána már csak így fél álomban lapozgatott, és fogalmam nincs, hogy mit olvastam. Tehát lehet így is sumer-magyar nyelvrokonságról könyvet írni mondjuk. Badinyi tényleg úgy szívhez szólva, és lényeges dolgokat tudott mondani. És ez az, ami nagyon fontos volt. Tehát közérthetően még annak is el tudta mondani a magyar nyelv és a sumér nyelv közötti párhuzamokat és fundamentális tételeket, aki semmilyen nyelvészeti készséggel és képességgel nem rendelkezett. Most ez óriási dolog. Hiszen ez azt jelenti, hogy közérthető volt. És ez nem utolsó szempont. Na most Komoróczi Géza, aki tényleg jó eszű emberként indult neki a 60-as, 70-es éveknek, csak volt egy nagy probléma. És ez mind a mai napig probléma. Ő nem sumerológus, hanem asszirológus. Na így lehet csúsztatni. Mi az asszirológia és a sumerológia az nem az? Hát barátaim, az asszirológia és a sumerológia az olyan távol van egymástól, mint Erdélyben mondjuk, én a magyar őstörténet nyomait kezdem el kutatni, vagy a 20. századi Olténiából betelepített a románságnak a folklórját. Most a kettő egy lapon nem emlegethető. Az asszírkor és a klasszikus sumer kor között hát minimum 2000-2500 esztendő van. Hát térjünk már részhez. Az egyik az egy ural-altáji név és nyelv hordozója. A másik pedig egy semita típusú név és egy semita típusú nyelvnek a művelője. Hát nincs közös alap. Most az, hogy volt idő, amikor így a kultúrrétegek így egymásba csúsztak. Most lehet látni Erdélybe is most, gyakorlatilag egy több ezer éves folytonosság és művelős történeti folytonosságra. Ezek az olténiai meg bukaresti jégtáblahegyek, és akkor finoman fogalmaztam, hát úgy csúsztatják rá őket, mintha mindig is ott lettek volna. Na de nem voltak ott. Hát az élet megint csak ilyen. Na de, nem akarom húzni, halogatni a lényeget, egy jelentős tételmező, szellemes dolog. Komoróczi sumér világteremtés mitoszok vonatkozásában beszél,
a titokzatos kapáról, így kapa. Tehát a Főisten kezébe, aki a világot teremti, egy kapa van. Most én fel sem írom ide a táblára, mert a fejünkhöz fogunk kapni. Ezt a kapát ugyanis egészen máshol lehet olykor látni. Az indoeurópai őstörténet kezdetén hajnalán van egy testvérpár, és az egyik fiú agyonüti egy kapával a másikat. Romulus Remus história. Semmit a népek, hogy úgy mondjam, önazonosítási mondai és mitológikus hagyományának kezdetén megint megjelenik egy kapa, és érdekes módon Káin kezébe van, és Káin bácsi ezzel a kapával sújt rá Ábel nevezetű testvérére. Na most ez a kapa érdekes módon egyszer csak An, az égisten, a főisten kezébe kerül. Igen, ám ennek nem kapa a neve, hanem fokos. Világos? És sumer német szótárban, angol sumer szótárban, vagy mondjuk sumer, most szándékosan a sumer népneveket itt bolygatjuk, mert egyik sem hiteles, ezek magukat soha nem így nevezték. Tehát azon vitatkozom, hogy sumer, szamár, kész, ennyi az egész, teljesen mindegy. Az attól függ, hogy éppen hogy áll rá a nyelvünk. Ők saját magukat, emlékezzünk vissza, így írták a nevüket, és Vadényi erre is figyelmeztetett. Van egy K, ami nem is annyira K, milyen, mert az ékirás szabályai szerint és a korabeli szabályai szerint ezek még hangzó tömböket jelentenek. Tehát ez a köhögős hangot jelenti. Tehát ez lehet K, H, G, G. G az már távolabbról, köhögős hang. Na, én azt mondom, hogy tudod mit? Jó ez nekünk H-val is. Utána jön egy M, és utána jön egy G, és utána jön egy R. Na most saját magukat így nevezték. Jön Komoróci Géza, hogy ne döbbenjünk rá, hogy itt valamit a magánhangzók már pillanatok alatt helyükre tudnának tenni. Ő így modellezi. Kiengír. Kiengír. Igen, de Kiengírnek soha nem nevezték. Miért? Mert csak a mással hangzókat tüntették fel, és az, hogy ők a magánhangzókat hogy ejtették ki, ez innentől kezdve fikció. De viszont olyan fikció, hogy így viszont egy ismert népnek a jele, neve jelenik meg. Hát a Kangár, vagy Hangár, vagy Hungár, hát ez ugyanaz. Tehát nehogy azt higgyük, hogy itt a légből kapott dolgokkal találkozunk. És ennek a népnek a főistensége, ugyanis megjelenik domborműves ábrázolásokon, nem kapát tart a kezébe, hanem egy fokos. Na most fokossal már lehet fokozni dolgokat, azzal már lehet, hogy úgy mondjam, meghatározni a világ fokozatos működésére jellemző, teremtésből adódó sajátosságokat. Kapával semmit nem lehet elindítani. Na most kiárt el a tudományosság teljes, hogy úgy mondjam, vértezettsége révén. Komoróci Géza, aki tudja, hogy hogyan ábrázolja ezt a főisten kezében lévő eszközt, mégis kapának fordítja, holott kapa egyetlen egy sümér és új nyelvre való átfordítás esetében nem jelenik. Vagy fokos. Na de mi a probléma? Az, hogy a fokost, mint tárgyat, mint eszközt, mint hatalmi eszközt, nem minden nép ismeri. Most a magyar történet sem ismeri. Tehát nem csak nyelvrokonságról, hát az a legfontosabb. De gyakorlatilag olyan dolgokról is szó van, ami a 20. századi magyarság mindennapi készségvilágában jelen van, és ugyanakkor pedig a kortárs népek pedig akár 1000 éveket utaznak vissza, ilyen tárgyal nem ismernek. Most ezen kell eltűnni. Mert ezek tényleg jelentős tételek. Most a másik pedig, hogy lezárjuk ezt a vonalat, a legjobb tanulmányai között volt Vadényinak,
egy nagyon rövid kis tanulmány, ez az istenes honfoglalók. Most ezt mindenkinek nagy szeretettel tudom ajánlani, tömör, összeszedett, és ha csak ennyit tudunk, akkor másokat tudunk. Istenes honfoglalók. Most ez annyira zseniális ez a meghatározás, hogy az ember arra gondol, hogy Badinyi esetleg itt teljesen a saját feje után ment, és ez a hatalmas nagy elfogult hazaszeretet, hát persze, és kiderül, hogy messze nem erről van szó. Minden magyar krónika, minden magyar geszta, és minden mondai hagyomány ilyen nagyságrendbe állítja be a magyarok második visszajövetelét a Kárpát-medencébe. És ez a legfontosabb tétel, és most innentől kezdve ezen az úton fogunk elindulni. Még azzal a kiegészítéssel, mert lehet, hogy majd menet közben ilyen dolgokkal nem fogunk foglalkozni, hogy tulajdonképpen Árpád vezérre, aki főszereplője a magyarok második bejövetelének, és nem is annyira az úton lévő magyaroknak a vezetője, mint a már Kárpát-medencébe beérkezőnek, és a Kárpát-medencét teljes egészébe újra visszavevő, Attila király örökén visszavevő magyarságnak. És ez nagyon nehéz feladatán. Sokkal könnyebb egy népnek Ázsia belsejéből eljönni Európa kellős közepére, mint egy népnek a Kárpát-medence egészét birtokba venni és működtetni. Ugyanis, ha nem tűnt volna föl valami, a Kárpát-medencét működtetni a világtörténelemben, tehát az egész Kárpát-medencét, eddig végeredményben egyetlen egy népnek sikerült. Egyetlen egy népnek. Na most Jézus születése előtti korban ezt a népet szkítának hívják. Jézus születése utáni korban ezt a népet szkítának, azon belül hunni szíve hungari népnéven emlegetik, ez pedig mit jelent magyarul? Hunni szíve hungari. A hunok, vagyis a magyarok. Na most a leggyalázatosabb és arcátlanabb csúsztatás, amikor mondjuk történészek, tehát egy Györfi Györgytől kezdve nagyon sok mindenkit meg lehet említeni, azért mondok ilyen neveket, hogy szokjunk hozzá attól, hogy valaki nagyon nagy történészként és név maga után hagyóként jelenik meg, nem biztos, hogy nem csúsztatott, vagy nem volt rossz indulatú, vagy szándékosan nem tévesztette meg mondjuk az ország közvéleményét. Tehát ezek a történészek, most egy kiragadott példát mondok, következőket szokták fogalmazni, hogy tulajdonképpen a középkorban megjelenik az a mítosz, hogy a magyarok a hunoktól származnak. És milyen jó ez a felvilágosodott kor, mert ezt a származtatási elméletet a tudomány már kétségtelenül bebizonyítja, hogy nem úgy van. Na most, nincs olyan magyar forrás, nincs olyan magyar krónika, amelyik a magyart a hunból származtatta volna. Világos? Hunni szíve hungari. Az nem azt jelenti, hogy hunnoktól származnak, hanem a hun és magyar ugyanaz a nép. És legalább ennek a népnek van két neve. És ezt megint úgy szokták felemlegetni, hogy egy népnek legyen egy neve, ha hívták hunnak egy bizonyos időben, nevezték magyarnak, akkor nyilván a kettő nem lehet ugyanaz. Még Kovács József esetében nem ugyanarról az emberről van szó, úgy egészen véletlenül. És én azt mondom alemán, azt mondom teuton, azt mondom deutsch, véletlenül, azt mondom német. Hát valamire figyeljünk fel. Olyan nép, amelyik tényleg már néppé tudott szerveződni, de még kis népek körében is, akik ezt a néppé szerveződésnek, ezt a kicsit összetettebb szintjét nem érték el. Gyakorlatilag a világtörténelemben nincs olyan nép és nemzet, amelyiknek egy, azaz egyetlen egy neve lett volna. Most ha ezt egy történész nem tudja, akkor vagy nem érdemli meg a katedráját, vagy pedig, ha úgy csinál, mintha nem tudná, akkor gyakorlatilag az Öszödi beszéd szindrómájánál tartunk. Tehát jegyezzük meg, az Öszödi beszéd nem az Öszödi beszéddel kezdődött.
összödi beszéd, az behetőződés egy folyamatnak. És szóval összöd vagy nem összöd. És mi erre a na is? És ezt a na is, hangsúlyozom, nem a modern kor találta fel. Tehát szokjunk hozzá sajnos valamihez. Észérvek, bizonyosságok, bizonyos köröket nem érdekelnek. Tehát nehogy azt mondjuk, hogy meg lehet győzni. Nem lehet meggyőzni, mert nem az a szándéka, hanem egy szándék vezeti egy adott pillanatban, Kárpát-medence elfoglalása. Mert a Kárpát-medence túl jó helyen van, túl nagy, tágas, terebélyes, és minden megterem benne. És ennél többet nem is kell különösebben mondani és hangsúlyozni. Na most egy biztos, a Kárpát-medencébe való berendezkedés az nem olyan egyszerű dolog. Miért? Mert egyszerűen mi úgy vagyunk nevelve, hogy dolgokra, amik tényleg itt vannak szusszanásnyi közelségben. Egyszerűen nem veszük észre, nem tudunk neki jelentőséget tulajdonítani. Úgy eltekintünk tőle. Na most egyszerű és folyamatos tételekkel ismerkedünk meg. A római birodalom szerette volna elfoglalni a Kárpát-medencét? A római birodalom fénykorában szerette volna elfoglalni a Kárpát-medencét? Világhatalmi státuszban van a római birodalom? A római birodalom világhatalmi státuszban van. El tudta foglalni a Kárpát-medencét? Nem tudta elfoglalni a Kárpát-medencét. Vajon miért nem? A római bement mindenhova, még oda is, ahova nem hívták be, oda is, ahova nem akarták beengedni. Ez volt a mániája, hogy ő birodalom. Elindultak a légiók, és mentek, mendegéltek, meg nem álltak, amíg népeket ki nem írtottak, országokat el nem foglaltak. Na most, ha a Kárpát-medencét nem tudják elfoglalni, akkor ez mit jelent? Az, hogy a Kárpát-medencébe valakik vannak, nem szolganépek, nem mindenféle egymással ellentétes származással rendelkező népek, mert ha itt különféle néptörzsek éltek volna, a herulokon keresztül, szarmatákon át, jazigokon keresztül, nem részletezem, akkor ezeket a törzseket, népeket oszna meg és uralkodj alapelv birtokában, amik őkben nagymesterek voltak. Egymás ellen kiugrasztja a két szomszédos népet, és ő nevető harmadikként elfoglalja a területüket. Tehát figyeljünk oda erre a ormotlan csúsztatásra. Tehát úgy modellezik a Kárpát-medence történelmét, mintha ez mindig ilyen népeknek, identitászavaros népeknek, vagy éppen most lejjegyünk meg lébecoló törzseknek, állomás helye lett volna. Úgy vannak néhányan, mellettük már a következő nép, következő törzs, és tulajdonképpen így tarkítják így a Kárpát-medence világát. És ebből egy hang nem igaz. Tehát ha a római birodalom csak a mai dunántúli területet tudta elfoglalni, akkor ez azt jelenti, hogy a Kárpát-medencében egy Kárpát-medencei nagyságrendű, önmaga identitásával biztos talajon álló nép őrzi ezt a területet. És hogy mennyire nem tudtak térkódítani, emlékezzünk vissza, itt a nagy császárok Trajanusztól kezdve Hadrianuson keresztül elkezdtek próbálkozni. Mert onnan nem ment a Kárpát-medence meghódítása, ráadásul ezek a lágyabb részek. Tehát a déli részek, ahonnan aztán majd a török próbálkozik, hát ezek itt pontosan a Duna-Tisza vidékén az úgynevezett leglágyabb részek. És annyira lágy ez a rész, hogy nem tudnak rajta áttörni. Egyetlen egy lehetőségük van, a Kárpátok itt a dél-keleti irányban, itt a szorosokon vanunk, a Törcsvári szorosok, ott bemenni. És gyakorlatilag egy vezércsel révén bejutnak a erdélyi területekre, de meddig maradnak ott? Hát ott egy dák nép. Most a dák pedig gondolom tudjuk. Ez nem latin, hogy úgy mondjam, törzs név. Ez minden török nép nyelvében jelenti a dágot, vagyis a magasat, vagyis a hegyet. Most ez egyáltalán nem biztos, hogy egy népnek a saját neve, hanem ha hegyek között találkozik vele valaki, akkor nyilvánvaló módon itt a hegyekből fog majd a megnevezés kiindulni.
és gyakorlatilag még Erdélyt sem tudják elfoglalni. És ebben az időszakban már megjelennek nagyon izgalmas szövegek, ugyanis amire nem figyelünk föl. Hogy gyakorlatilag, hát nem Augustus Cézár, de egy biztos, Jézus születése után első század végétől, vagy második század elejétől, egészen a Római Birodalom bukásáig, melyik tartománya adja a világnak a római császárokat? Pannonia. Most ébredjünk föl. Pannonia. Hallottunk erről a névről? Hát nyilván hallottunk róla. Tehát Pannonia adja a császárokat. Nocsak. Ugye a provincia. És megjelennek latin nyelvű szövegek, és az a helyzet, hogy magyar-római koros történészek ezeket úgy közzé is teszik. Na igen ám, de mondjuk olyan folyóiratokba, amely folyóiratokat egyszerű halandó ember soha nem fogja elolvasni. Mert ránéz, hogy miről van szó, és kiesik a tudományosságtól a kezéből. Aztán ugyanezek a szerzők kicsit vaskosabb tanulmánykönyvekbe közé teszik, mert tényről van szó. Ilyen szövegekkel lehet találkozni, hogy Pannonia a népek úrnője. Pannonia a népek királynője. És mindenki tudja a mi korunkból, Jézus után mi második-harmadik évszázadban vagyunk, hogy Róma már csak adminisztrációs központ, mert az igazi szíve, lelke, veleje ennek a világnak Pannoniában van. És Pannonia adja a császárokat, Pannonia támaszt uralkodókat. És az ember úgy felteszi a kérdést. A római birodalmat onnan működtették, most a legalacsonyabb szintről van szó, nehogy azt higgyük, hogy csak föntről lehet dolgokat. Az a legfontosabb. Igen, ám bejött a következő elképesztő tétel. Hát gyakorlatilag a római birodalmat egyetlen egy területről látják el, élelemmel, utánpótlással, hogy úgy mondjam, a hatták mozgalomnak hol van a központja. Pannoniában. Na most a Dunántúl és a déli szerémségi részek az egész római birodalmat működtetik. Tehát a gazdasági motorja, ma így mondanánk, a római birodalomnak hol van? A Kárpát-medence egy kis nyúlfarknyi területe, a Dunántúl és a szerémségi rész, gyakorlatilag egész Nyugat- és Dél-Európát, a Földközi-tenger medencéjét, Észak-Afrikát és Kis-Ázsiának bizonyos részeit magába foglaló birodalmat működtetni tudja. Tudjuk, hogy ez mit jelent? Egy sivatagból egy ekkora birodalmat nem lehet munícióval ellátni. És hol vannak a legtisztább, legjobb arany és ezüst bányák? Hát ez megint említ a téma. Mind a mai napig a Kárpát-medencében. Na most! Megelégelve a római térhódítás, most magyar krónikákat idézek, a magyarok Jézus születése utáni 373. esztendőben, és nincs félreértés. Tehát magyarok, nem hunok, magyarok Jézus születését követő 373. esztendőben visszatérnek Pannoniába. Na most kik tudnak visszatérni? Akik mindig is itt voltak. Igen ám, de itt az időszámítás az, ami egy kis bukfencre késztet bennünket, mert visszatérnek, de ez nem azt jelenti, hogy nem itt voltak. Viszont miről van szó, az, hogy Jézus születésével induló világhónapban először a magyarok 373-ban tértek vissza. Ez nagyon kemény beszéd. Primus ingressus hungarorum in Pannonia. Tehát így szerepel a krónikákban. Tehát a magyarok először térnek vissza a Pannoniába. És ha valaki ismeri a barokkori jezsuita költészetet, hát nem már tudni, hogy az, hogy ki ez a Pannonia, vagy Pannon, hát ha népek úrnője. Tehát ókorban már így szerepel. Pannonia, népek úrnője. Igen, ám, de egy keresztény világban ki a népek királynője? Például Szűz Mária. Na de ki Magyarország királynője? Szűz Mária. Most Pannoniába.
ezt a női, hogy úgy mondjam, tolulást nem észrevenni, hát azért könnyen észre lehet venni. Igen, ám, de jön a meglepetés. Kiderül, hogy ez a Pannónia, ez tényleg lehet a népek úrnője édesanyja, de volt egy ilyen nevű uralkodó is, aki viszont férfi volt. Ugyanis leírja magyar nyelvű és latin nyelvű. Jezsuita, tehát eléggé, hogy úgy mondjam, elfogultsággal nem vádolható irányultságról van szó, hogy Pannóniának ki a névadója. Hát gondolom tudjuk, hogy érdekes módon latin. Na de mi az érdekes? Az, hogy latin történetírók nem tudják Pannónia nevét, hogy úgy mondjam, elemezni. A kapásból elindézzük. Hát a rómaiak nevezték, a nénikét nevezték. Nem a rómaiak nevezték. Ugyanis egy római mindig felteszi a kérdést, hogy vajon Pannónia, Pannón neve honnan származik. Sem tudja megmondani. Akkor hogy származhat a római latin világból? Na jön a jezsuita költészet, és a következőket mondja. Pannón, Pannónia, egy szkíta királynak a neve. És tulajdonképpen ez a föld még mindig ennek a királynak a nevét viseli. Igen ám, de ez valószínűleg, mint szkíta király, épp a Jézus születése előtti, és Jézus születése rávezető szkíta kornak lehetett az ura. És azért nem tudunk róla túlságosan sokat, mert éppen a Jézus születése utáni egy emberről tőle Augustus császár által megkezdődött térhódítás, már ezeket az emlékeket megpróbálta tövestől kitépni. És ez gyakorlatilag egy hódító logikájából pillanatok alatt kikövetkeztethető. Na most mi történik az első visszajövetel, vagy az első bejövetel lényegeként? Nagyon egyszerű ügyről van szó, királyi szintre magasodik a Kárpát-medence összefogása, egybetartása, és megjelenik Attila király. Na most tetszik, nem tetszik, a római birodalom kiszakított egy területet, gyakorlatilag az egész birodalmat aztán innen tudta motorizálni és működtetni, ugyanakkor pedig identitásukat nem elveszített népek gyermekei pedig, előbb-utóbb az egész birodalom császárai lettek. Hát ma ugyanez folyik egyébként, hogy nevezik, elszívásnak nevezik. Hát erről van szó. Ezek nagyon, és innen lehet érteni azt, hogy Attila például a római birodalommal és a bizánci birodalommal miért állt és miért volt ennyire érdekes kapcsolatban. És például gondoljunk egy Mátyás királyra. Egyáltalán nem anekdóta számba menő, úgymond, olasz humanistáknak a meséjéhez tartozik, hogy bizony egy magyar király minden esetben római császári jogkörrel rendelkező király. Mert a magyar királyok születésüknél fogva a Habsburg császárok akarnok sarnosság révén jutottak el erre a címre. Tehát a kereszténységnek a mátyáskori időszakában is tudnivaló volt. A német-római császár nem magyar jogú király. Most ezt egy kicsit különös módon mondottam. A magyar király és a mindenkori magyar király viszont mindig császári jogkörrel rendelkezik. Tudunk erre példát? A Zsigmond Ragottóniak. Az más kérdés, hogy a magyar király nem akart élni ezzel a dolgával, vagy jogával. De bizony ott vannak a nagy villanások. Na most utána Attila után kiderül, hogy drámai a helyzet. Attila túlengedékeny volt, hihetetlen ilyet mondani, hihetetlenül jó szándékú volt, és a szeretet kiáradásnak egy olyan magaslatán ragyogott, amely szeretetet az emberiség akkor nem is, hogy nem érdemelt meg, nem tudta érzékelni. Tehát gyakorlatilag Attila túladagolta szó szerint a jóságot, az ingyen kegyelmet és a szeretetet. És a világ erre nem volt érett, nem volt befogadókészség. Miért ma van befogadókészség az ilyen erényekre? Nem tudtak vele mit kezdeni. És abban a pillanatban, amikor Attila földi lét forgatagából egy pillanatra úgy tűnik, mintha eltávozott volna, közben végig itt van,
de mégiscsak nagy események történnek. Kiderül, hogy a Kárpát-medencét megint csak nem tudják attillasság és magyarság nélkül egybetartani. Pillanatok alatt a Kárpát-medence egysége megszűnik, azért ne felejtsük el, hatalmas háborúságok támadnak, a Krimhilda jelenségét gondolom eléggé ismert, és gyakorlatilag Attila után és a második visszajövetel előtt a Kárpát-medencébe az a helyzet alakul, 1920. június 4-én valósul meg. Tehát gyakorlatilag a Kárpát-medencét szétszabdalják, és nekünk ezekhez kellene fölzárkózni. Most gondoljuk végig, hogy ez mit jelent. Amikor lehetőségük lett volna, most azért nem nevesítek, mert teljesen fölösleges, mert aktuális a probléma. Akkor sem tudták semmilyen hatalmi erővel, semmiféle anyagi kapacitással nem tudták a Kárpát-medencét, és nem tudják egybetartani. Ez nagyon kemény titán. Ez nagyon kemény. Az ember azt mondja, hát fiam, jobban csinálod, gyere csináld. Hát mi is épülünk, okulunk, tanulunk, erősödünk, izmosodunk, bölcsebbek leszünk, de nem tudják. Csak szétszedni tudnak, csak marcangolni tudnak, csak részeket tudnak leszakítani. Na most milyen ez a mentalitás? Hát könnyen be lehet ám látni, hogy itt miről van szó. És jön a következő nagy menet, nem is törvök most már, és Attila után ez a bizonyos mondabeli függöny összecsapódik, és kiderül valami. Attila fia Csaba, Csaba fia Ed. Ednek fia Előd, Előd fia Ügyek, Ügyek fia Álmos. Na most hány év telt el? Egy biztos, ahogy 453 tájékára helyezzük Attilának az átlényegülését, végső átváltozását, hát öt nemzedékre rá már kivel találkozunk. Megjelenik Álmos fejedelem. És nekünk el kell hinni, hogy a magyar, aki magyar, és semmiféle hun vonatkozással nem bír, nem rendelkezik, ez először a Kárpát-medencébe Árpád vezér vezetésével érkezett. Erre szokták azt mondani, hogy nem, nem, soha. Ugyanis egy ember öltő, ha ötszörözön, akkor sem fog 453-tól mondjuk ide, 896 felé elindulni. És emlékezzünk a kemény tételre. A magyar visszajövetel szempontjából néha majd én is honfoglalást mondok, mert az élet ilyen. De egy biztos, 896-ban történt-e valami? Az égvilágon semmi. Tehát a magyarok másodszori visszaérkezésének vonatkozásában a Kárpát-medencében 896-ban semmi, azaz semmi, és lényegében még egy annál nagyobb semmi sem semmi történt. Nem tudom, hogy fokozni. Ugyanis ilyen dátum nincs a világtörténelemben, ilyen történelmi eseményhez fűzve. Na most, ezt minden pedagógus tudja, ha tudja. Minden történész tudja, ha tudja. Minden értelmiségi tudja, ha tudja, hogy tulajdonképpen 896-ban azért sem történhetett semmi, mert a 19. század végén a millenniumra készülő Magyarország szó szerint fölkéri a Tudományos Akadémiát, hogy krónikás, okleveles és régészeti források alapján határozzák meg a honfoglalásnak az évszámát. És itt már két csúsztatás van. És sajnos nagyon sokan, de azért még többen érzékelték, hogy mekkora a baj, csak módjuk nem volt, hogy úgy mondjam, tartósan felismerésüknek érvényt szerezni. Ugyanis miről van szó? Magyar krónikák és magyar nemzettudatban ilyen fogalom, hogy honfoglalás a 19. századig nem létezett. Ugyanis ez kétféle népnek szakszerű pontos megfogalmazása arra az esetre, amikor egy földterületet, ahol előtte nem ő lakott, elfoglalt.
Most az egyik az indoeurópai népek történelme felé vezet, a másik pedig nem nehéz kitalálni, Kálmán bekebelezésének irányába vezet. Mind a két esemény honfoglalás. Na most a 19. században azért ne felejtsük el, német irányultságban, hivatalos szinten a Kárpát-medencébe, és gyakorlatilag a német történetírás, német történelemre vonatkozó kulcsszavait elkezdik átvenni. Tehát például különféle nyugat-európai területek német térfordításait úgy jelezték, hogy az német nyelvből visszafordítva magyarra, csak így lehetett lefordítani, egyébként nem így van. Azért a hon és ország, és a land, meg egyebek, hát mi ezerféle változatot ismerjük a hazának. Ez megint egy izgalmas tétel. Na minden esetre ott van valami, amit földnek neveznek, és foglalásnak. Izland elfoglalásától kezdve, Dánia elfoglalásán keresztül, Németalföld elfoglalásán keresztül, történelmi esemény így nevezik. Foglalása a földnek. Na de Magyarországon a magyar nem így fordította vissza, hanem hát valahogy az érzemény olyan szebbnek tűnt. Honfoglalás. Honfoglalás. És kezdett meghonosodni ez a úgynevezett kényszerképzetek szülte fogalom, és itt jött a következő nagy kemény tétel. Ekkorra már a hun korszakot, ami magyar korszak, leválasztották a magyar történelemből. És velünk tulajdonképpen nem a második visszajövetelt ünnepeltették meg, hanem az első megjelenést. És ezzel jogot formálhatott minden nép töredék a Kárpát-medencében a következőkre. Hát ha Árpáddal jött először a Kárpát-medencébe a magyar, akkor mondjuk Pribina, Svatopluk, bajorok vonatkozásában, Arnulf az még viszonylag egy, nem is tudom milyen kategóriába tartozott, tehát sorra jelentek meg az utód népek, hogy ők előbb voltak itt. Magyarul a millennium mit készített elő? És annyira előkészítette, hogy nem fogjuk elhinni, hogy 19. század végén értelmiségiek és egyszerű emberek jelezték, hogy ennek az irtózatos, nagy fénnyel megünnepelt történelmi hazugságnak elképesztő következményei lehetnek az eredeti hiteles történelemre nézve. Meg is történtek. Meg is történtek. Mert 1920-ban gyakorlatilag jogi érvényt mi által tudtak szerezni. Az, hogy a magyarok Árpáddal bejöttek, ekkor 890, és jön a meglepetés, kiderül, hogy az akadémia 895-ben állította meg a bejövetel dátumát. De mivel 1895-re a hatalmas nagy és pompázatos építkezéseket nem fejezték be, azért mégiscsak egy öröm legalábbis akkorról, akkor még ilyen pompával ünnepeltek, nem pedig bankházak építésével. Egy biztos Vajdahunyattól Hősök terén áll, és egyáltalán Budapestnek a pesti oldala, ami szép és tényleg monumentális, és úgy jellegadó. Erre a nagy eseményre épült fel. Tehát hatalmas építkezések nem fejeződtek be. Tehát egy évvel csúsztatni kellett az ünnepséget. És amikor 1996-ban a visszajövetel helyett honfoglalás 1100 éves évfordulóját ünnepeltették, akkor itt megint jelezni kellett volna valamit, összödi beszéd. Ugyanis miről van szó? A millenniumot ünnepeltették velünk, ami Trianonhoz vezetett. Világos? Most képzeljük el, ilyen tények mentén. Így lehet csalni, így lehet hazudni, és így lehet egy népet, hát nem biztos, hogy lehet vezetni, de oly hatalomra tettek körök szert, hogy gyakorlatilag egy na és révén bármikor képesek bármit hazudni. Bármilyen, senkit nem fog érdekelni. És ezek bizony kemény dolgok. Na most nem szabad viszont elfelejteni, hogy Árpád vezér ettől függetlenül
és igazából Árpád tettét és jelentőségét nem is értem meg az előzmények nélkül. És ez nagyon kemény tétel. Hát emlékezzünk, hányszor idézi az ember a himnusz. Általad nyer szép hazád, Bendegúznak vége. Most Bendegúz tetszik, nem tetszik, Attilának az édesapja. Világos? Most képzeljük el, hogy egy népnek van egy himnusza. És tényleg szép ez a himnusz. Ez tényleg himnusz. És oda nem veszük néha a fáradtságot, hogy úgy eltűnődjünk, hogy mi fogalmazódik meg a mi csodálatos himnuszunkban. Ezt már megbeszéltük. Vannak népek, akiknek operett betét dalok a himnuszai. Ugye szörnyűködünk. Hány ilyen nép van? Hát a cseh irányultságtól kezdve bármelyiket meg le. Vagy pedig brutális kegyetlenségrel végigrehajtott harci induló, előre ország népe a harcra. És lút végén köntözze már a hazát. A deltás nem, senki nem támadja meg francia. Nem baj, most képzeljünk el azt a franciát, aki éjjel-nappal, amikor azonosítja egy himnikus himnuszon keresztül saját helyét a világba, ő harcolni akar. És mindenkit legázolni és legyilkolni. Ez nem himnusz, ez egy rossz, primitív csapata, világos? Ellenünk tört a könyvén, nem tudom, micsoda. Hihetetlen. És akkor tényleg van valami, ami úgy indul, hogy Isten, áld meg a magyar. És általad nyert szép hazád, Bendegúznak vére. Na most Bendegúz ténylegesen édesapja Attila királynak. És Árpád hős magzatjai felvirágozzának. Tehát tulajdonképpen nem is lehet megérteni azt, hogy mit jelent az árpádi bejövettel, visszajövettel, anélkül, hogy ne tudnánk, hogy Attila mit jelent a magyarságunk és az emberiségnek. Mert ez két összetartozó folyamat. Igen, nem? És itt jön az elképesztő felismerés, ami nem is olyan elképesztő, de a képes krónikára vissza tudunk emlékezni. Ott tényleg a magyarok első bejövetelét is egy hatalmas miniatúrán megörökítik. Ez a primus ingressus. Hungaronum pannonia. Tehát első bejövetel. És tényleg vonulnak a magyarok szekereken, jönnek édesanyák gyerekekkel, tehát tényleg egy nép vonul, lovasok. Tehát meg, egyszerűen végig nem gondoljuk, hogy egy-egy ilyen kis keretbe a jelenetet azért nem olyan könnyűen megkomponálni. Az ember úgy lássa, hogy ott mi történik. És megjelenik egy érdekes állat. Egy hatalmas nagy teve. Egy teve is megjelenik. A szekerek és lovasok között megjelenik egy teve is. Igen, ám, de ez képírás. Tehát ez azt jelenti, hogy ami rajta van a képen, azt nyelvi úton le lehet olvasni. És azért gondolom, hogy nem nehéz kitalálni, képes krónikában túl sok teveábrázolás nincsen. Egyetlen egy van. És ha én azt mondom, hogy teve, ez mit jelent magyar? Hát a heti hetes képernyőjét is jelentheti valóban. Ez mit jelent? Az, hogy tévedtem. Tehát ez azt jelenti, hogy itt egy tév lehetősége felbukkan. Miért? Ezt jelent. De ne felejtsük el, aztán a mitoszi keretrendszerben a ló tulajdonságok elfajulását jelenti. Na most kimondani is döbbenetes. Az első bejövetel valamit nem tudott megoldani. Tehát megjelent az, hogy tévedtem. Na most jön a második visszajövetel, az árpádi honfoglalás, és mi történik? Kiderül, hogy az egész képes krónikában hát olyan másfél száz miniatúra van. Na most a legnagyobb képkerettel, a legnagyobb felülettel milyen eseményt örökítenek meg? A második bejövetel. És ott egy hatalmas fehér ló játssza a főszerepet. Tehát a kép kompozíciójának arany meccéssel jelezhető súlypontjában egy hatalmas nagy
fehér ló van. Na most ez mit jelent? Ami elromlott itt, vagyis ott, az most itt föl fog javulni. Mert a legtisztább ló tulajdonságok hatalmas erővel érvényesülnek. És a legtisztább ló tulajdonságok kozmikus vonatkozásban milyen nagyságrendet tudnak megidézni? Nem naprendszeri, hanem tejútrendszeri szinten. Hát a nyilas, vagyis ló csillagkép irányába a mi tejútrendszerünk központja van. Most egy tejútrendszer központi hatást egyenes úton tud a második bejövetel érvényesíteni. Az első bejövetelnél kapott egy apró kis gellert. Ezt a gellert majd megkapja Szent István is, mikor gellértelmmel ismerkedik, de nem is Szent István kapja meg, hanem ez maga. Tehát Szent Istvánnak majd egy gellert kell helyrehozni, gellert nevezetű személynek. Gellért nevezetű személynek. De bizony elképesztő és elementális a figyelmeztetés. És gondolom érzékenünk van, hogy az ember ki sem merne ilyet mondani, hogy ott először Béla Keve Kadosa kapitányok, majd Attila király túlcsorduló kegyelmi áradata révén is valami egy kicsit úgy el tudott romlani. És nem azért, mert elromlott, nem tudták befogadni. Tehát megjelenik ez a teve. Tehát új program, módosított program és javított program. Na most hiába van tapasztalat, gondolom érzékelünk valamit, azért mégis nagyon nehéz ügyről és útról van szó. És itt válik izgalmassá a következő tétel. Még Attila végig Nimród, hogy úgy mondjam, körül futva járja be a pályáját, tehát Attilának van egy tengelyben megmutatkozó önazonosítási útja. Tehát amikor ő saját magát abban a címben, ahol mit már itt jeleztem, ami minden krónikában megfogalmazódik, hogy mi volt Attila címe. Attila Isten kegyelméből Bendegúz fia, Nagymondról unokája. És ezerszer megtárgyaltuk a kérdést, hogy ez mit jelent. Ez azt jelenti, hogy ugyanezek a krónikák elmondják, hogy ki volt Bendegúznak az édesapja. Torda. Magyarul ki Attila nagyapja. Attila nagyapja, Bendegúz édesapja, tehát Torda. Most Attila is tudja, hogy ő ilyen úton, tehát a kis hétköznapi élet számontartási időkeretén belül nem lehet. Tehát ez maga a lehetetlenség, hogy ő Nimród unokája legyen. Na de a precessziós nagyév vonalán belül. Megjelenik egy nagyságrend, hogy ő az én nagyapám. Tehát ez azt jelenti, és gondolom tudjuk, ezt minden genetikus is elmondja, hogy végeredményben, hogy ki kitől szokott leginkább örökölni a vérútján. Vérútján általában a gyerek nem is apjától és anyjától, hanem a nagyszüleitől. Tehát van egy nagyon érdekes áttétel. Most itt egy közvetlen nyiladék támad Nimród felé, hiszen Attila a magyarok első királya. Na de Nimród, és ez így szerepel az Ószövetségben is, bármennyire hihetetlen, Teremtés, tehát az első könyvben, világosan meg van fogalmazva, semmi dehonestáló nem szerepel. Akkor miért bántják Nimródot? Ez szerepel. Első király valaha földön, nagy vadász valaha az úr előtt. Mi ebbe a baj? Semmi baj nincs ezzel. Első király a földön. A világon az első király Nimród, Jézus születése után az első magyar király Attila. Tehát hol találkozik Nimród és Attila? Hát pont ebben a királyság kérdéskörben találkozik, és abban, hogy valamit újra, és mintha előről kellene elkezdeni. Igen ám, de most csak dióhéjban mondom, mert annyiszor elhangzott, hogy nem akarom ismételni. Ha elővesszük, és Badinyi itt végzett nagyon fontos kutatásokat a maga idejében, és ezek csalhatatlan biztonsággal visszavezethető adatok. Tehát az, hogy mondjuk a zsidóság hogy vélekedik mondjuk magáról Jézus Krisztusról. Tulajdonképpen milyen nemzetségből, vagy nemzetköréből, vagy uralkodói házból származtatja. És kiderül, hogy a zsidóság nem Dávid házából származtatta Jézust. Ezért nem is tudták elfogadni.
nem is fogadták el. És az evangélium bármennyire hihetetlen, te is tele van ennek a jelzésével. A legismertebbet újra elmondom, amikor Jézus bemegy a jeruzsálemi nagy templomba. Tehát ez színről színre. Megkérdezi a főpapot, hogy mi módon gondolják az írástudók, a bölcsek és a vének, hogy a megváltónak Dávid házából kell származnia. Mit jelent ez magyarul? Szóval gondolják, ahogy gondolják, rosszul gondolják. Na igen, ám, de Jézus nem ellöki az Ószövetség népét, hanem nagyon szépen a jobb kezét kinyújtva elkezd megmagyarázni dolgokat. Hogyan származhatna Dávidtól, ha Dávid urának nevezi őt? Ha az ura, hogy lehet neki a fia? Ez maga a lehetetlenség. És itt jön a nagyon érdekes adathalmaz, amit érdekes módon újabban nem osztanak meg az emberiséggel. Mi volt a zsidóságnak a baja Jézussal? Ha származtatták egyetlen egy irányból, Nimród fadja, aztán Nimród fia, és van egy harmadik, Nimród fiának fia. Ez mind Jézus címe a korabeli zsidó hagyományban. Na igen, de Nimród fiának fia, az Nimród unokája. Ki használta ezt a címet? Isten ostora. Kinek a kezébe volt először Isten ostora? Hát Jézusnak, Isten fiának az első csodatétel után, amikor a templomból a kereskedőket ostorra a kezében kihajtja. Hát lehet érzékeny, eljött ez a kor. Az egész világodott. Bűnbarlangá tették, kereskedelmi szövetségek, hát majd előttől ez a pillanat és ez az időszak. Na igen ám, de Árpád vezér egy irányba végig Attilára hivatkozik, Attila király örökére, Attila a mérce, és érdekes módon nem Nimród jön be a képbe. Nem Nimród, hanem Noé. De a mondai hagyományban és a krónikás hagyományban is. Így, hogy Noé. Mondok egy egyszerű példát. Amikor Árpád vezér, ez a képes krónikában is így szerepel, bejön Attila király városába, ez a pilisi háromszögnek a belseje, honnan tudjuk, Kézai Simon krónikájában, Szobi réven kellnek át, az a magyar rév. Most hol van a Szobi rév? Ott, ahol ma is van egyébként, tehát ez teli találat. És bizony átkelnek a réven, és bemennek Attila király városába. És itt érdekes módon Attila kinek az örökébe lépett be a Pilisbe? Nimród örökébe. Pontosabban hát Pilis, ez is a királyi központ. Igen ám, de Árpád vezérnek nem Noéig kell visszanyomozni. Miért? Mert megjelent a teve valahol. Tehát meddig kell visszamenni? Nimród előtti korba kell visszamenni. És Árpád első szállása, és minden krónika elmondja, hol volt. Noé hegyén volt. Ott állította fel Árpád először az ő vezéri szállását. Noé hegyén. És éppen ezért Szent István király, aki tőle származott, minden magyar krónika elmondja, Noé hegye mellett építette fel Alba Régiát, vagyis Fehérvár városát. És ezt nagyon kemény tétel, gondolom nem kell külön magyarázni. Igen ám, de egy adott rendszeren belül Noé hegye. Alacsony hegy, középmagasságú hegy, vagy a legmagasabb hegy? A legmagasabb hegy. Miért? Mert van egy özönvíz, és Noé gyakorlatilag az özönvíz előtti korszakát az emberiségnek köti össze az özönvíz utáni korszakával. Tehát Noé az a kovász, ami jó esetben minden kenyérben benne van. Noé az a pont, ami bennünket, legelső ősünkkel összeköt. Az emberi test vonatkozásában melyik ez a pont? Ahol azonosak vagyunk minden ősünkkel. Körülöttök, ébredezzünk. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon nagy a baj.
Árpád vezér idején sokkal nagyobb a baj, mint Attila király idején. Elképzelhetetlen gondolom, de érzékeljük, ha neki Noéig kell visszamenni, akkor ez tényleg így van. És bármennyire hihetetlen, mit mond a mondai hagyomány? Árpád vezér hajókon érkezik be a Kárpát-medencébe. És a hajók tel is tele vannak Noé idejéből származó szőlővesszőkkel. És ahol Árpád vezér itt bent a Kárpát-medencében, először úgy egy kicsit talajt fog, ott nem csak a hajó áll meg egy pillanatra, hanem ő kihajol a bárkából, és egy szőlővesszőt ledug a földbe. Na, hogy hívják ezt a hegyet mind a mai napig? Ez a Tokaj hegy. Na most gondolom, nem nehéz valamit kitalálni. Tehát az, hogy második bejövetel Árpád vezér, és a mondai hagyomány miért ilyen Noé korabeli, hogy úgy mondjam, eseménytörténetbe ágyazza. Tehát egyértelmű a jelzés, hogy itt Noé játssza majd a főszerepet. Na de, nézzünk meg valamit, Noé, és erre Papp Gábor figyelmeztetett, tetszik, nem tetszik, Noé magyarul mit jelent? Ez maga a nő. Tehát nő-növény élet szintjére húzódik vissza az özönvíz idején az az élet, ami csak így tud túlélni. Ezt a bárkát, ezt nyugodtan buroknak is lehet nevezni. Tehát egy burokba vonul vissza az élet. Vége ennek a hatalmas nagy áradatnak, mert ez egy félelmetes áradat. Hát ne felejtsük el, ami az egész földet képes elborítani, azért most már kezdjük lassan érzékelni. Tényleg létezik ilyen. Tényleg elképzelhető az, hogy az egész égi teste egyszer csak valami, akár tűzár, akár vízár, akár légár, miért? Mert recseg-ropog elemei alapjaiban a földi élet. Már lassan odáig jutunk, hogy földrengés egy időben minden helyen lehet a Földön. Tehát minden elem jelzi a Föld, földrengés, víz, vízáradat, kiáradnak a folyók. Levegő, hatalmas szélviharok, soha nem látott szélviharok, viszonylag szélvédett hely. És tűz, tűz. Hát most már nincs olyan nyár, vagy nincs, mert egyik felén nyár van, másik felén nem nyár van. De egy biztos, ég az egész Föld. Évek óta ég a Föld. Most itt valami szépen jelzi. Minden elem, tehát elemi a probléma. Alapvető a baj. Ezt kellene orvosolni. Na most Noénak van három fia, Kám jelenti majd a kimenőt, tehát a burok zárja felpattan, és az élet elkezd kimenni. Na most Kám, és hát Kámnak a fia Kánaán. Na most akárhogy nézem, itt tényleg egy ilyen kimenő névváltozatban mutatkoznak meg a dolgok. Utána jön Sém. Na most Sémmel mi a gond? Semmi gond nincsen, ez azt jelenti, hogy van egy életprogram, ebben van egy kioldó semmitől, hogy úgy van ellentétező erő is. Tehát Sémnek, a semmitől programnak helye van a világban. Igen ám, de őrzők, vigyázzatok a strázsán, mert az élet él és élni akar. Tehát a semmitől program nem a maga helyén, maga idejében, maga hatáskörén belül jelentkezik, az egész földi életet veszélyeztetni fogja. És kiderül, hogy ez a kettő ez kifut párhuzamosan, és megtörténik itt is egy negatív visszacsatolás, és kioltódik az egész. És jön a harmadik fiú. És őt hogy hívják? Már így írta. Jáfet. Most itt figyelmeztetett Papp Gábor, és nekünk nem árt tudni. Ez a Jáfet a javítónak a névváltozata. Na most Jáfet fia Tana. Tana fia Némród. És akkor próbáljuk a hármat összeolvasni. Tehát javító, Tana. Magyarul mit jelent a Tana-Tana? Azt jelenti, hogy a tant jelenti. Égen és földön az egyetlen igazi dicsőséges és életet szolgáló, életet működtető tanfogja. Ja, hogy magyar nyelv? Hát, hogy a fia kijön az élet. Ja, hogy ennek arámi nyelvben, ósemite nyelvben nincs jelentése? Hát, atyafia, ki az élet?
nem tehetünk róla, így alakul. Nimród pedig, itt most végig Pap Gábor mentén hullámzunk, vagyis evezünk az vízzel felszínt, hát itt sok jelentése van, de a ním itt a nemet fogja jelenteni, utána az RT pedig az, hogy át nem áll. Tehát mit jelent Nimród neve? Eredendően. Az, aki nem árt. Na most az ártatlan, kinek az ágából vezeti le a semmit a hagyomány? Az ártatlan bárányt, a nem ártónak az ágát. És gondolom, tudjuk, minden világvallás, amely tényleg világvallás, akármilyen széles terjedést ért el, vagy nem ért el, akkor igazán vallás, hogyha nem ártás elvét első helyre tudja felemelni. Gondoljunk végig, a legtöbb világvallás ókor óta a nem ártás elvét első körben legfontosabb helyre helyezi. Hát ezen belül a buddhizmus a legismertebb. Ahol a nem ártás elve az tényleg az mindeneket felül. Na igen ám, de hol van itt az árpádi szerepkör? És most jön a nagy csattan. Ugyanis Nimródon át kell most valahogy jutnunk. Miért? Mert valami nagyon nagy baj történt itt, Attila után röpke időn belül. Hatalmas nagy baj. Mondok egy egyszerű példát. A legtöbb testvérnév fölvette az iszlám hitet. Például. Attila idejében ez még nem volt gond, hogy én keletre tekintek és testvérekkel találkozom. Szent István idejében ezért az ember nem szívleli ezeket a, hogy úgy mondjam, ilyen kicsit ilyen Szent István ellenébe forduló dolgok, hanem fogalmunk nincs arról, hogy milyen fordulat. Nem a Szent István térítés fordulat, nem azért térítés fordulat, mert akkor itt ő most bevezet. Térült, fordult az egész világ. Észre se vettük és keletre fordulunk, ott van a Kijevi Rusz egy hatalmas költömként, Fekete-tenger északi partvidékén tért hódított hol. Ez mind a mai napig a szkíta régészeti leletek legfontosabb övezete. Hova tűntek a szkíták? Kijevi Rusz. Na nem baj, Szent István nézé még keletebbre. És mit talál? Az ősi, ázsiai központokban iszlám zászlaja lobog. Tudjuk, hogy ez mit jelent? Ez maga a félelmetes és iszonyatos fordulat. Na most Árpádnak ezért kellett, mert Árpád idején már ez a fordulat megvolt. Tehát gyakorlatilag gondoljuk vele, elindul a magyarság belső ázsiai őshazájából az európai őshazába. És nem azon a régi, jól megszokott úton tudunk végigjönni, ahol Béla és Keve és Kados a kapitányok, mondjuk 150 évvel korábban megtették az utat. A népek azonos, de a gondolkozásuk megváltozott. Semmi a vallás. Hát aki belső-ázsiai török népek művetségével foglalkozott, mindenki elmondta, hogy például Koreszm térségében, vagy Buhara térségében, hát ki lehet mutatni, hogy iszlám előtt milyen magas fokon van az ötvös művészet, és minden, ami tárgyi művészetben megmutatkozik. És az iszlám nem, hogy jó, emelt valamit, hanem onnan lehet tudni, hogy az iszlám belépett az életbe, hogy a művészeteknek a színvonala így visszaesett emelteket. Tehát sokkal nyersebb, sokkal agresszívabb, és kevesebb emberi értéket és tartalékot mozgósít meg. Most ez egy elképesztő drámai fordulat. És amit megint csak nem nagyon szoktunk idején is jól értelmezni, hogy például ezt az utat megtenni az ázsiai, hát most már ki lehet mondani, mert annyiszor volt róla szó, ez a Tarim medence térsége, a termő medence. Tehát a hatalmas 7-8 ezer méteres hegykoszorú mélyén ott volt Ázsia legtermőbb vidéke. Ma a legengesztelhetetlebb, legkeményebb, legmagasabb sivatag lakozik benne. A leggyilkosabb természetű sivatagok közé tartozik, sarkított lesz a tétel, amit kénytelen vagyok kimondani, de a Tarim medence elsivatagodása nem több ezer éves folyamatot jelent, hanem nagyon egyszerű jelenségről van szó. Keleti irányból hordították meg,
az első kínai, tehát nyilván ez egy sarkított mondat, amikor beletette a Tarim medencébe a lábát, a Tarim medence első tagosodása nem kezdődött. Na most figyelmeztető a jelen. Hát ezért fontos az, hogy van-e magyar a Kárpát medencébe. Hát ez földtörténet és emberiség történelmi kérdés. Nagy népek, nagy nem tudom milyen, mi is, meg ők is, nem. Itt a felelősség mérhetetlenül nagyobb. Miért? Mert nagyobb a múlt. Szervesebb a nyelv, hatalmasabb a tapasztalat. Hát új népektől nem lehet elvárni, hogy a világ felé, hogy úgy mondjam, megmentő kezüket nyújtsák. Miért? Világról való tapasztalat lelkünkben nem halmozódott föl. Ez annyira egyszerű, hogy nem is kell ezt így dramatizálni. Most képzeljük el álmos vezérvezetésével, fölkerekedik egy nép, és mekkora dilemma az abban az időben, hogy elinduljunk mi ebből a biztosból, abba a bizonytalanba. Egyáltalán megkockáztassuk, de szállongó hírből, most a Gesta Hungarorumot idézem, állandóan hallják, hogy Attila király öröksége a Kárpát-medencében, Pannoniában kezd veszendőbe menni. Na most itt lehet Attila jelentőségét is felismerni. Attila világtörténelmi jelentőséggel rendelkezik, hát ezt itt nem kell különösebben hangsúlyozni, de azt viszont nyomatékosítani kell, hogy ebben az időben már kirajzolódik, hogy melyik medence a fontosabb. Ugyanis valamelyiket, sajnos olyan lett a világpolitikai helyzet, sajnos, hogy a kettőt már nem lehet egyenértékű munkat tenni. Most képzeljük el Attila után, körülbelül akkora dráma történt, mint Mátyás után. Hát 1490-ben meghal Mátyás, 1526-ra 36 év, minden kontinensen, minden nagy néped bestiális kegyetlenséggel 36 év. Lemészárolnak, kiirtanak. Ilyen az élet, ahogy mondani szokták. Csak megint nem gondoljuk végig. Kidől a magyar király, világos, és a föld nevezetű bolygón 37-6 év alatt meggyökeresedik az a világnézet, aminek gyümölcsei iszonyatos. Haláltermő gyümölcsei most kezdenek, most már globális szinten is módon beérni. Hát 1510-es évektől 1526-ig, vagy nem is tudom, hogy érdemes számolni, 10 millió asztékot mészárolnak le. Nincsenek tömegpusztító fegyverek. Gondoljuk már végig, hogy ez mit jelent. Meghalt a magyar király, aki magyar volt, magyar sorsot igazgatott, de az egész emberiség érdekében. Na, erre mondja az Rényi Miklós költő és hadvezér, ne bántsd a magyar. Ez egy egészen más kategória. Ha van magyar a földön, van reménye az emberiségnek. Nincs magyar a földön, nincs reménye az emberiségnek. Emlékezzünk a klasszikus tételre, amit megint egy kicsit meredek, de egyszerűen nem lehet megcáfolni. Mert a történelem bizonyítja. Aztán vannak olyanok, akiknek ez nem bizonyíti. Na de akkor bizonyítsa be az ellenkezőjét. Ja, hogy nem tudja. A magyarság az emberiséget már számtalan alkalommal megmentette. Az emberiség a magyarságot még egyetlen egy alkalommal sem mentette. Na ezek a kemény tételek. Sarkított, és olyan kicsit olyan meredek. Na de mit csinálni? Nincs időjét most vacakolgatni. Körbejárni állandóan. Na de, képzeljük el, amikor a hét fejedelmi személy eldönti, hogy útra kell a Tarim medencéből. Tudja azt, hogy ami mögötte van, hát arra lehet, hogy majd egyszer könnyes szemmel kell visszanézni. Ami előtte van viszont. De lehet édelegni, hogy hát jó, hát ismerjük az elméleteket. Valahol keleten, de jó keleten, egy keleti nomád nép tönkrever háborúban egy tőle nyugatra lévő nomád népet. Na most ez mit jelent? A tőle nyugatra lévő nomád nép pedig
tőle nyugat? Hát egy olyan nép, amelyik egy távolabbi tőle, megint abba az irányba lévő nyugati népszámára viszont keletinek számít. És akkor az szépen megveri az előtte lévő. És nekünk el kell hinni, és képzeljük, ezek nevezik magukat, nem tudok máshogy fogalmazni, akadémikusoknak. Történészek, nem egy eurázsiai léptékű távolságon, elcsattan egy nagy pofon, ugye? És nem akad olyan nép, aki közben visszafordul és visszavár egy akkorát, hogy az illető Japánig elrepül. Tehát, hogy egyre gyengébbek a népek. És mint a dominó el, az egyik nép tolja előtte a maga. Tehát szóval kimegyek az utcán és elkezdek pofoszkodni. Lehet, hogy az első két ember, akinek lekeverek egy pofon, gyengébb, de az élet logikája milyen? Egyszer lehet, hogy beleszaladok egy olyanba, hogy az csak nem. Hát azért gondoljuk már végig. És hát a magyarokat tulajdonképpen besenyők üzték be a Kárpát-medencébe. Besenyők előfutottunk, mert ezen a nagy ország úton, mi voltunk akkor az utolsó láncszem, így bepottyantunk a Kárpát-medencébe. És egy vonban, ide csak az jöheted be, aki arra érdemessé vált. És ha besenyők ilyen nagyot tudtak adni, akkor minden ide készültek. Hát azért nem kell ezt külön mondani, de a diplomáciai kapcsolatrendszer. Képzeljük el háttérben a hátat Kína irányába biztosítani, és megyünk szépen előre, és kiderült, hogy ezek még Attila idején ezek barátok és testvérek voltak. Most is valahogy azok, de egy vallás kezd elvenni az eszüket. Ők ugyanis áttértek az iszlám hitre. Majd nézzünk rá egyszer a térképre. Félelmetes ám a képlet. Na most mégis egy ilyen úton úgy végigjönni, hogy egybe marad az a csapat, amelyik elindul. Nem porlad szét, nem épül be, nem áll meg, nem felejti el. Tehát el nem tudjuk képzelni a világtörténelmi nagyságrendet, és hogy mekkora valóságos hatalom van a háttérben, ami valóságos hatalom, nem mondva csinált hatalom. Tehát az, hogy mögötte ott van Kína, elég figyelmeztetője? Előtte pedig ott vannak azok a török népek, akiket már sikerült ugye az iszlámnak egymás ellen ugrasztania. És mégis gyakorlatilag egy lendülettel végig tudnak jönni. Na most itt jelenik meg Árpádnak a, hogy úgy mondjam, mérhetetlen érdeme, hogy tulajdonképpen az ő nevébe emlékezzünk be, milyen képesség lakozik. Tehát most a nyelvpörgetés útján próbálkozunk, csak hát ezek a... Ez a modern civilizáció legcsodálatosabb vívmánya, üzlet. Tehát meg kell venni egy ilyet. Meg kell venni sok ilyet. Egy egyszerű tábla, egyszerű kréta és egy vizes ronty mindent megoldana minden pillanatban. Ilyenkor gyakorlatilag nem lehet ráírni, meg egyáltalán. Na mindegy. Megjelenik Árpádnak a neve, most csak a más salangzókat tüntettem fel. És akkor megnézzük, hogy tulajdonképpen Árpádnak a nevében kirejtezik benne, ha egyszer Árpád körül mindig Noé jelenségével lehet találkozni. Most egy LRJ kategórián belül, tehát LRJ másalhangzó kategória, most megnézzünk egy J kezdetet. Utána jön egy PBVF, mással hangzó kategória, itt egy F-fel próbálkozunk, és utána jön egy DTT, mással hangzó kategória, és egy T-vel fogunk találkozni. Jafet, bizony Jafet. Na most Jafetnek ki az édesapja? Vagy őse, mert itt apáról, ha nőt jelent a neve, hát maga Noé. Tehát gyakorlatilag az özönvíz utáni javított életprogram a maga tisztaságában, az emberiség történelmében a magyarok második visszajövetelével újra megjelenik. Tehát szó szerint újra megjelenik. És hát itt már ez a
javító irányába lehet elindulni. No, és akkor nagyon gyorsan a Gesta Mugalorumból néhány idézet, és akkor befejezzük, tehát megyünk haza. No, egy olyan idézetet választottam, amely idézetet nem nagyon szoktak idézni. Miért? Alig lehet észrevenni a Gesta Mugalorumban, mert az embernek nem esik le a tantusz, hogy úristen, mit olvastam én egy másodperccel korábban? És ezt jegyezzük meg, mert ez nagyon fontos tétel. Árpádék már bent vannak a Kárpát-medence belső peremén, Munkácsvárában vagyunk. Munkácsvár, amiről kaptam neve. Leírja Anonymus, azért, mert nagy munkával, fáradtsággal, verejtékkel, szenvedéssel jutottak ide, a helyet, ahol megálltak már a Kárpát-koszorú belsőn, tehát Kárpát-medencén belsőbe, és egy kicsit megpihentek, mind a mai napig erről az útról, az út fáradalmairól Munkácsnak nevezik. És azért ne felejtsük el, ez egy olyan szakrális központ, hogy egy nagyon nagy veszély idején szó szerint megint újraindult valami. Második Rákóczi Ferenc révén. Tehát megint az ember, hogy második Rákóczi Ferenc jelenségére, küldetésére is mi rá tud érezni. Miért volt olyan fontos? Szó szerint egy új honfoglalás, csak nem vettük észre, hogy visszafoglalás és visszatérés jelente. Na, mivel azt hallották, hogy Árpád apja álmos vezér Attila király nemzetségéből származott. Tehát végig vonul még úton vannak Álmos és a hét fejedelmi személy, a hét törzs és a nép maga teljes egyetemes valóságában, egész Eurázsia megmozdul a hallomások szintjén. És minden nép azt hallja, hogy akik jönnek, azok Attilától származnak. És tudjuk, hogy mit jelent? Vigyázz már mindenki. Majd az első ismert komoly megpróbáltatás, ha bejövetele jött, Kijev térségében adódik. Miért? Mert Kijevbe befészkelte már magát a kijevi rusz. És onnan tudjuk azt, hogy rusz magyarul sok mindent jelent, de hogy nem jót, az egész biztos. És ez a bizonyos Kijev, ez két dolgot jelent. Ez jelenti, hát ki. Nem csak az, hogy ki, hanem az, hogy kő. Kő ő, ahogy Pap Gábor, vagy Vagimilos Ferenc, vagy Padányi Viktor az olvasatában javasolná. Na most Kijev gyakorlatilag mind a mai napig arról volt híres, hát aztán a 1917 után folyamatosan, és főleg 1940 után, nem tudom, mi a helyzet, de nem egy város részét kikről nevezték el? A magyarok. Tehát magyar terület, magyar hegy, magyar mező, magyar kapu, magyar negyed, magyar város, magyar falu, ez mind Kijeven belül volt. Na igen ám, de vagy ezer esztendő telt el. Tehát mekkora súlya van a magyarságnak ezen az úton. Pedig Kijevvel aztán ők nem sokáig tartózkodtak. És miközben elérkeznek Kijev közelébe, kiderül, hogy nem a Fekete-tenger északi partvidékének rokon népei várnak bennünket kitárt karokkal, hanem csak a régészeti hagyatékuk vár bennünket kitárt karokkal, hanem fentről a varég alakulatok lejöttek, kicsit elegyedtek, és létrejött egy nagyon kemény, nagyon szívós, de nem túl mutatós, ám annál agresszívabb állami konglomerátum. Na, őt Olegnak hívják. És természetesen megpróbálja megakadályozni, hogy Álmos vezér és övé tovább tudjanak menni. És gyönyörűen leírja a kijevi csata előtt Anonymus, hogy Álmos mivel biztatja az övé. És vannak tudjuk a kijevi csata, ezt mindenhol tanítják. Tőlünk keletre egyébként majd mind a mai napig. Mert olyan jelentős léte. Sokszor még nem is tudjuk, hogy mi az egy kijevi csata. Ja, hogy itt egy láv típusú, ritusú konfederációt sikerül, hogy úgy mondjam, egy kicsit az útból elvenni. Hát ez 1945 után érthető, hogy miért nem hangsúlyozták. Hát ez egy nagyon kemény ütközet volt. Na de mi volt a lényege?
Hát az, amit Anonymus álmos révén elmond, a Gestapo-ban. És Árpád-korban ír Anonymus, tehát Szent István utáni Árpád-korban, és az élő hagyomány még tudja, hogy álmos vezér mit mondott a kijevi ütközet előtt. Na most ez az a gyönyörű mondat. Szkíták, nagy vitéz férfiak, emlékezzetek utatok kezdetére. Most képzeljük el, így csatában van. Tehát nem azt hirdeti, hogy aztán majd úgy elverik őket, úgy elverik őket, hanem szkíták, tehát kik vagyunk, honnan származunk, nagy vitéz férfiak, emlékezzetek utatok kezdetére. Na most, az az ember, aki útjának, sorsának kezdetére emlékszik, az igaz ember egész életére? Ez a titka minden. Na most, melyik név legyőzhetetlen? Az, amelyik az emlékezetét, útjának, indulásának kezdetét tisztán, világosan látja maga el. Most már rájöttek, hogy a magyarságot nem lehet kiiktatni, a múltját próbálják elvenni. Az emlékezetet próbálják felbolygatni. Igen ám, de ha álmos fejedelem vezér bíztat bennünket, akármi történik az ébrenléti világunkban, valaki mindig álmodni fog róla. Tehát amíg van magyar a világon, egy biztos. Ha nem az ébrenlét történészi szintjén, semmi gond. Mi ettől nem fogunk belerokkanni, majd álmodunk róla. Tehát akkor majd révüléssel lehet az igazság nyomába szegődni. Na most Fotios pátriárka írja, hogy ebben az időben, miután elfoglalják álmos fejedelem és övéi a kijevi várat, hogy a turkoknak, mert a bizánci diplomácia ekkor a magyar turknek nevezi. Milyen vallásunk van, nem fogjuk elhinni. Tehát a magyar egyetlen egy valódi hiteles forrás sem nevezi, nem keresztény népnek. Miről beszélgetünk megint csak néha? Amikor mondván Szent Istváni volt a pogány, bálványimádó, ismeretlen konglomerátummal nyakon dobott vallása, ami nem is vallás, valami természeti babona lehetett, tűznek, víznek, tisztelete, meg ilyenek. Ja, meg sámánizmus. És akkor el van intézve. Na igen, ám, de van megint egy nagyon. Az, hogy a régészeti emlékekre mi jellemző? Honfoglalás köré, mellkereszt, terekje tartó mellkereszt. Most milyen az a nép, amelyiknek sírjaiban keresztek vannak? Hát általában bárhol ilyen lenne keresztény. Magyarországon mi erre a válasz? Nem Magyarországon, hanem ezek meg a kö... Na is. Ez nem. Ilyenkor nem számít az, hogy mit mond a konkrét valóság. Ilyenkor nem számít. Nem lehet keresztény. Hát Szent István hozta be a nyugati térítőkkalokat, mint tudjuk. Honnan tudjuk? Na de egyet viszont tényleg lehet tudni, Fotios pátriárka írja, hogy a kijevi vár türk népe nem csak a vezetők, hanem az egész nép. Manike István rendőrségnek volt. Na most jön a csapda. Egy kijevi pátriárka, vagy egy római püspök számára, ami nem mai fogalmaink szerint judeo-krisztián, ebben az időben milyen címkével jelenik meg? Manike István. Most egyetlen nagy igazi világegyház van az egyházon belül, még ebben az időben is. Egyetlen igazi világegyház az egyházon belül. És ez nem a római kereszténység, és nem az ortodoxia. Miért? Mert csökkent hatáskörrel rendelkezni. Igazi jelentős, de hogy úgy mondjam, kiterjedtsége annak az egyháznak van, amely Héraklész oszlopaitól, ez a Gibraltárnak a vidéke, tehát Dél-Európa és Észak-Afrika. Tehát Marokkótól Karthágon keresztül
Kis-Ázsián, Mezopotámián át, Kínán keresztül, tehát Atlanti-óceántól Csendes-óceánig. Nem fogjuk elhinni, hogy ez tényleg milyen vallás. Ezt nevezik manikeizmusnak. Na most mi lett ezzel a legnagyobb, hogy úgy mondjam, hatáskörű vallással? Egészen egyszerűen a híveivel nem beszélgettek, nem vitatkoztak, hanem módszeres kegyetlenséggel fizikai úton felszámoltak. Még csak nem is eretnek és inkvizíciós, nem, gyilkosság sorozatok révén. Most ezek történelmi tények. Na de, visszatérve tehát az idézethez. Mivel azt hallották, hogy Árpád apja Álmos vezér Attila király nemzetségéből származott, és már Kárpát-medencén belül vagyunk, de megint egy pillanatra úgy meg kell szusszani. Kárpát-medence ekkor milyen helyzetben van, ez az elején elhangzott. Ugyanaz, mint ezek lényegében. Fel van darabolva. Északnyugati tájékon nagy Morva birodalom, figyeljük oda valamire. Ez Nyitra, Morva folyó, Zalavár térségéig már minden, álmodjatok, nagyot jó helyben van. Kárpát-medencében ez egy pöttyenet. Nagy Morva birodalom. Tehát Kárpát-medencéből kihasít egy darabot, nem úgy jelző, hogy kihasított a Kárpát-medencéből egy darabot, három vármegyéni területet, nem. Nagy Morva birodalom. Birodalom. Dunától Anonymus leírja, a rómaiak legelnek Pannonia javaiból Dunától. Elfoglalták karantánok, pajorok és a többiek. Igen ám, de itt megint jön egy félelmetes jelzés. Amikor azt írja, hogy Árpád vezér kiűzte a rómaiakat, akkor nem nehéz kitalálni, hát a rómaiakat Árpád vezér nem űzhette ki. Miért? Hát ez legfeljebb Attila korára érvényes ez a megállapítás. Itt, ha római van, akkor az nem népesség, hanem vallástudat. És semmi jelzés Anonymus irányából, hogy ez egy rossz tető. Most ezért kétli az ember a Szent Istváni térítés fordulat vonatkozásában, hogy az a mánia, amit egyfolytában sunkolnak, hogy az igaz lehet. Semmilyen adat nem szólal mellé. Semmilyen. És pont ezek az árulkodó adatok. Meg az, hogy igazából módszeresen a Szélrózsa irányából a Kárpát-medencét mikor kezdték megtámadni. Szent István előtt vagy Szent István után? Szent István után. Ezek szerint mégsem úgy van az a vallás, ahogy van. Hát ezek szerint mégsem úgy van az a vallás. Tehát a kereszténységnek nagyon sok arculata és nagyon sok változata létezik. És ez tényleg érdemes végiggondolni. Na most, ha kisöpri, mert szó szerint így érzékelteti Anonymus, aki keresztény, egy Béla királynak, meg nem nevezett Béla királynak, aki már boldog emlékezetű, de amikor még élt Anonymus, a notáriusa volt. Szent István után vagyunk. És nincs semmi, hogy Árpád ezt nem kellett volna. Hanem hajrá! És akkor jön a következő adat Imre király korából. 1196-1204 Ince pápai királynak. Országodban teljesen általános jelenség, hogy sok vallás megfér egymás mellett. De még a bizánci egyháznak sok temploma van, nekünk a te országodban csak egyetlen egy. Na most Imre király idejében a Kárpát-medencében, elég nagy a Kárpát-medence, egyetlen egy római, latin, keresztény templom van. Ezek a tények. Akkor milyen ez a vallás? Na most már a vallásos ügyekkel nem foglalkozunk, de éppen előbb foglalkoztunk. Tehát jövünk szépen tovább az idézetben. Vagyis inkább a helyrajzban. Délen pedig Bulgária és Bizánc érdekeltsége egy hatalmas éket vert, mint a török, csak addig nem terjed, hogy szól, körülbelül eddig a térség. Hatalmas nagy éket ver a nemzetessége. És Erdélyt is egy kicsit úgy szépen megdolgozzák. Tehát szó szerint szét van szedve a
És itt jön egy gyönyörűséges villanás és fordulat. Ugyanis akik itt vannak, észhez térnek. Azért ez nagyon nagy dolog. Tehát azok, akik eddig részeket marcangoltak, és a marcangolt részeket marcangolták tovább, egyszer csak így, tehát rossz álomból ébrednének, így szépen így magukhoz térnek. És Anonymus erről beszél. Mivel azt hallották, hogy Árpád apja álmos vezér, Attila király nemzetségéből származott, ezért aztán senki sem hitte, hogy másképp élhessen, mint csak álmos vezér fiának, Árpádnak és nemeseinek kegyelméből. Hát ezt az idézetet, ezt mindenhova ki kéne szedni. Ezt tudjuk, hogy mit jelent? Rádöbbennek a népek, hogy ők akkor emberek, ha ebből a kegyelemből élnek. Mit mond Zrínyi Miklós? Ne bántsd a magyart. Na most gondolom, érzékek ezt, hogy nem nagyon szokták nekünk tanítani. Hát még csak védhívó sem. Hát eznek vallásos és üsztörténeti jelentősége. És gondolom, nem nehéz kitalálni, hogy Pajzs Dezső, aki fordította, egy kicsit feldítette a fordítást, nem tudta az élét elvenni. Csak bevisz egy nyakad teher fordulatot. És ez az ember úgy másképpen nem. Tehát még egyszer neki lódul. Tehát, mivel azt hallották, hogy Árpád apja álmos vezér Attila király nemzetségéből származott, ezért aztán senki sem hitte, hogy másképpen élhessen. Na itt jön a nyakad teher fordulat, csak hogy nem figyelünk rá. Tehát az, hogy aztán senki sem hitte, hogy másképpen élhessen. Ez úgy van megfogalmazva, hogy úgy az élét úgy megpróbálja elvenni. Mint csak álmos vezér fiának, Árpádnak és nemesének a kegyelméből. Tiszta sor. Tiszta sor. Na most ezt jelenti a második beillete, és tulajdonképpen Árpád vezérnek a nagysága tényleg itt mutatkozik meg. És akkor utolsó, de hát annyi idézet van, hogy én már nem is tudom, hogy be kell fel, majd ezt a témát is folytatjuk. Mert most vagy szünet van, vagy itt a hőhalálnak, vagy a szaunának a áldásos jelenségét fogjuk megtapasztalni, de fogjuk úgy fel, hogy ez is egy ilyen bevezető jellegű témaválasztás volt. De amikor Árpád vezér beérkezik, és itt megint minden krónika egybecsön, és visszabeszédnek nincs helye, követeket küld az itteni fejedelmekhez. A követek mit visznek magukkal? Két korsó és egy kis, hogy úgy mondjam, tarsoly vagy tarisznyalma. És Árpád a következőket mondja a követeknek, hát néha nevesítik őket. Hogy hozzatok, tehát menjetek el oda, és mondjátok meg annak a fejedelemnek, hogy annak aki uralkodónak képzeli magát, hogy töltse meg ezt a két korsót saját jóvoltából. Ezért kemény ez a szó. Saját jóvoltából, jó akaratából. A Duna vizét. Aztán szedjetek ebbe a kis tarsolyba az ottani fűből, zöld fűből. És egy darab rögöt a földből hozzatok. Na miért? Hogy megvizsgáljam a föld minőségét. Tehát, hogy megízleljem a Duna vizét. Hogy van-e olyan édes, és van-e olyan tiszta ízű, mint amilyen tiszta íze van az őshaza folyónak. Aztán megízlelni, hát a nőnövényi életet. Hogy van-e olyan tiszta és ízes, és megízlelni a földet. És minden krónikában elhangzik a föld alkalmassága, megvizsgálni a földet. Már gondolom érzékeljük egy kicsit túl aktuális Árpád vezér. Miért? Mert ha most megízlelni a Duna vizét, az agyon szennyezett földnek a sarjúját megízlelni, hát gyermekek gondolom tudjuk, akik ebben a csecsemőkorban vannak. Meghalnak akkor, ha édesanyjuk tavasztáinkát komolyan gondolja a primőr zöldségről, hogy az primőr.
hány ilyen eset volt, hogy egy édesanyja, aki hát szegényként nyilván jó talál, három sárga répából főzeléket készített, és meghalt a gyermek. Miért? Annyira jó van terelem egyszerre, és a Földet megizleli. Ez elképesztő erőség. Ne felejtsük el, Árpád, hol jelenik meg Árpád? Az özönvíz után induló élet. Tehát ki Árpád? Ezért mondja róla minden krónikás hagyomány, hogy az első és az utolsó. Teljesen mindegy, hogy milyen szövegkörnyezetben mondja, hogy ő ment el először, aztán ő jött vissza utoljára. A lényeg az micsoda? Első és utolsó. Na most ez a végső érzés. És az a döbbenetes, hogy ebben a pillanatban tulajdonképpen Árpád, hát nem azt mondom, hogy túlmutat Attila, mert ezt lehetetlen ilyen helyen, de gondolom érzékeljük a lényeget. Tehát ha a világ történelemben van Attila nagyságrendben megjelenő történet, azért vannak, a magyar királyok között tényleg vannak. Na de Árpád valami egészen rendkívüli, valami egészen egyszerű. Miért? Mert még minden magyar király Attila király követője, addig Árpád pont azon a szinten jelen meg, ahol az Attilaságot belülről egy kicsit úgy, hogy úgy mondjam, úgy a útra ismét úgy vissza kell zökkenteni, meg kizökkent, szó szerint valami kizökkent. Hát az a Teva a képes krónikában tényleg jelz, figyeljünk oda, mert ott akármennyire tiszteljük, becsünk, és itt nem Attilának rólható fel, hanem a világ nem érett meg rá. Árpád hozza azt az attilai javítottant, amit a világ el tud fogadni, és ezt emeli királyi szintre Szent István. És ez már tényleg kemény, hogy úgy mondjam Péter. És akkor végezetül utoljára Árpádot hogyan szoktuk emlegetni, most egy nagyon egyszerű búcsúzó tétel, ami a következő foglalkozásunkat nyitja meg. Árpád apád. Így nemes egyszerűsége. Árpád apád. Na de ki a mi anyád? Ahol van apa, ott van anya is. Ide boldogasszony anyád. Megint elképpen. Ki is ez az Árpád vezér? Ki is Árpád vezér? Gondoljuk végig, hogy ez mit jelent. Hát ha egy nemzet, nem Attila apánk, egy nyugodtan lehet. Árpád apánk. Nem Álmos apánk, meg Szent István apánk, meg Szent László apánk, Árpád apánk. És ugyanakkor pedig anyánk, édesanyánk. Szűz Mária boldogasszony. És akkor derül ki, hogy megint csak Árpád vezér megint egy olyan szinten jelenik meg, amely szintet mi a legmerészebb álmunkban sem mertük volna úgy komolyan úgy megtekinteni. Márpedig a hagyomány nagyon makacs. Csak nem merjük egybe látni. Pedig világos a képlet, tehát ezt nem kell tudom magyarázni. Ha van apa, nem merem ennyire drámai módon hangsúlyozni, de mégiscsak. Hát egy nép állandóan beszél valakiről, aki apa, és állandóan beszél valakiről, aki anya, és saját maga legjobb tulajdonságait, mint leszármazott, abból az irányból eredeztet. Akkor merjünk rátöbbenni valamire. Viszont ez megint olyan következtetések fele lehet el, hogy az ember csak úgy tűnődik, hogy akkor most le kell fejezni az előadást. Lesz még mit folytatnunk, hát ez volt a gimnasztika órának a bevezetője, és azt hiszem a szokott helyünkön fogunk. Így van. Köszönöm.